Ez a Moszkva tér mai adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a stúdióban pedig Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője. Szervusz, boldog új évet! Szervusz, boldog új évet neked is, és a kedves hallgatóknak is. És hát a karácsony és szilveszter közötti időszakban is zajlott az orosz-ukrán háború, illetve jelenleg is folyik. Fogunk beszélgetni arról, hogy mi történik a hadszíntereken, de előtte Volodymyr Zelenszky Ukrajna elnöke és Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke is mondott újévi beszédet. Te hogy látod ebből, mi körvonalazódik ki, mik a beszédnek az üzenetei, és milyen hatásai lehetnek ennek napjainkra? Sajnálatos módon a két ünnep között, illetőleg még az ortodox karácsony előttünk van, tehát ünnepek idején is zajlik a háború, és ennek megfelelően 10 hónap után most nem csak Volodymyr Zelenszky, hanem Vlagyimir Putyin is katonásra vette a figurát, tehát az újévi köszöntő a katonák előtt. Itt nagy vita volt arról, hogy ők valójában katonák, vagy pedig csak díszlet, ami mögötte van, olyan értelemben díszlet, hogy beöltöztetett. Ugyanazokat a színészeket mozgatják ide-oda. Tehát, hogy ilyenről is beszéljünk, én úgy gondolom, hogy ott azok között a Putyin mögött állók között ott voltak olyan katonák, akiket előtte tüntetett ki, egyébként kitüntette Szergej Szurovikint az ukrajnai hadművelet, a különleges hadműveleteket vezető tábornokot is. Ez azt sugallja nekem, hogy ott mindenképpen voltak katonák. Ugyanakkor, még vissza gondolva a Valdájra, Putyin rettenetes módon fél, illetőleg Putyin környezete, vagy a Putyin körében levő orvosok rettenetesen félnek a Covid-tól, tehát még azt is el tudom képzelni, hogy voltak bizonyos Covid szabályok, hogy finom legyek, és lehet, hogy voltak ott jól átszűrt, tehát úgymond régi emberek is. Bocsánat, de nem akarom megakasztani, csak ez egy nagyon érdekes dolog. Én most láttam a Netflixen a Zelenszky interjút, amiben a Zelenszky arról beszél, hogy Putyin láthatóan nagyon fél a haláltól, ezért is ebből vezeti le, hogy egyébként nem fog nukleáris támadást indítani, és pont ugyanezt mondta Zelenszky, hogy mivel a koronavírustól Putyin nagyon fél, ugye a hosszú asztal, aminek a két végébe ültették az embereket, ugye titek is a Váldájon azért naponta teszteltek, pontosan szigorú szabályok voltak, hogy szerinted, ez most olyan nem pszichológiai kérdés lesz, de Putyin szerinted miért fél a haláltól? Azért, mert nem akar meghalni, mert szereti az életet, vagy ez egy ilyen küldetés, tudod, hogy nem veszítheti el Oroszország az ő elnökét? Én szerintem Putyin annyira fél a haláltól, mint te vagy én. Tehát ez túl van misztifikálva, pontosabban nem, ez is a kommunikáció része. Tehát az, hogy Putyin beteg, Putyin úgymond, Putyin gondolkodását olyan dolgok befolyásolják, amik nem a racionalitás irányába viszik az ő cselekvéseit, ezt egyértelműen a nyugati és az ukrán oldal sugallja. Én ebbe a sorba tartozónak vélem én ezt a fél Putyin a haláltól című kijelentést is. Ami a Covid intézkedéseket illeti, én Moszkvában úgy hallottam, hogy nem maga Putyin találta ki ezeket az intézkedéseket, hanem úgymond van egy bizonyos Covid kör, amelyik így akarja kezében tartani az eseményeket egészen pontosan. Nem szeretné azt, hogy valami probléma legyen, ezért ötszörösen túlbiztosít. De mondjuk ez a biztonságra amúgy is jellemző, gondolom Covidon innen és túl is, nem? Tehát az elnök biztonsága, meg azért tudjuk, hogy Putyin hány repülővel, meg hogyan utazik, ha külföldre megy, meg ott is milyen szabályok vannak. Tehát ez inkább akkor egy biztonsági, mint egy személyes paranoia faktor. Én ide sorolom, hogy inkább biztonsági, mint a személyes paranoiát kifejező cselekvés. Tehát én azt látom, igen, tehát nem csak Putyin, hanem az ilyen szinten minden ember, minden politikus rendkívül komoly biztonsági intézkedések közepette utazik, megy, mozdul meg, tehát lehegeztik a csatornafedőket, ezt ugye Budapesten is mikor járt, ezt tudjuk, olvastuk, láttuk. Szóval,
De akkor, amikor az egyértelmű, hogy a biztonsági intézkedések szigorúbbak. Ne felejtsük el egyrészt, háború van, még a különleges katonai műveletnek is nevezik Moszkvában, és ne felejtsük el, hogy igen, Covid van. És csak arra utalnék, hogy például Xi Jinping kínai elnök is idén év vége felé ősszel utazott először 2 év után külföldre. Ahhoz képest Putyin azért mozog. Ő is hosszan volt karanténban, tehát ne felejtsük el, hogy volt egy egész hosszú pandémia, és az nem ért véget, az ilyen szinten maga ez is biztonsági tényező. Tehát nem szeretnék azt, hogyha az egyébként már a veszélyeztetett korban lévő, most független attól, hogy van bármilyen betegsége, nincs betegsége, veszélyeztetett korban lévő orosz elnök, vagy a kínai elnök, vagy akár az amerikai elnököt ilyen szempontból is védik. Tehát ezt én természetesnek tartom, mint ahogy azt is természetesnek tartom, hogy az információs háború, a kommunikációs csatározások része az, hogy Putyint így állítják be ukrán oldalról. De térjünk vissza a szilveszteri, illetve az újévi köszöntőkhöz, az újévi beszédekhez. Tehát egyrészt a helyzetnek megfelelően katonás volt a díszlet. Ezt megszoktuk már Zelenszkijtől, Putyintól kevésbé. Az üzenet egyértelműen az, mind a két oldalon, hogy csapataink harcban állnak. Hogyha mondjuk orosz oldalról fogalmaznám meg, hogy mit üzent Putyin, akkor azt üzente nagyon röviden, hogy Oroszország győzni fog, Oroszország az orosz népet nem lehet legyőzni, az győztes nép, és az orosz katona az hős. Tehát nagyjából ez volt az egyik üzenet, a másik pedig az, hogy Ukrajna győzni fog, Ukrajna visszaszerzi területi egységét, és el fogja foglalni, vissza fogja foglalni a Krímet is, hogy idézzem Zelenszkijt, eszünk még ukránok, vagy az unokáink görögdinnyét Herszonban és cseresznyét Melitopolban, ugye a két-két városnak a jellegzetes gyümölcseiről van szó. És hát az üzenet mindenképpen azt mutatja, hogy mind Oroszország, mind Ukrajna jelen pillanatban hosszú háborúra rendezkedett be. Egyik oldal sem gondolkodik azon, a kommunikáció részeként természetesen mondják a különböző békefeltételeket, a tárgyalási készséget, de nem kész egyik oldal semmiféle béketárgyalásra. Tehát az üzenet az egyértelmű, a háború folytatódni fog, hogy ez idén, egész évben, vagy akár még hosszú évekig, avagy valamilyen olyan helyzet áll elő, hogy ami ablakot nyit egyfajta tárgyalásokra, ez természetesen csak akkor állhat elő, hogyha valamelyik fél győzelemként tudja eladni azt, ami a fronton kialakult, az egy másik dolog. Én azt látom, hogy az üzenet tényleg egyértelmű, harcra készen lelkesíteni a társadalmakat, és egyértelműen elkötelezettek a háború folytatása mellett. Mi a helyzet akkor a fronton, hiszen elvileg ez a háború, ez a frontokon zajlik elsősorban. Egyáltalán még a frontokon zajlik elsősorban? Hát ugye arról már sokat beszéltünk, hogy az orosz olvasatban, az orosz narratívában, gondolkodásban ez a háború persze a fronton folyik, de elsősorban ők egy orosz nyugat, orosz-amerikai háborúban gondolkodnak, amelynek a fő frontja inkább a gazdaság, amelyben sikeresebbek jelen pillanatban, mint magán az ukrán terepen, az ukrán frontokon, és másodlagos frontként értelmezik az Ukrajnában dúló háborút, amit be kell húzni, mert anélkül az elsődleges célt, a fő célt, Oroszország újra pozícionálását az átalakuló világrendben nem tudják elérni. Ukrán oldalról egyértelmű, hogy az elsődleges, a háború elsődleges és alapvető frontja az Ukrajna, hiszen ők a hazájukat védik, tehát az egy honvédő háború, és az nem is kérdés, hogy Ukrajna
a végsőkig elkötelezett megvédeni a hazáját, az már másik kérdés, hogy meddig racionális védeni. Jelen pillanatban patthelyzet állt elő a frontokon, tehát még nem mondhatjuk azt egyik oldal számára sem, hogy most észszerű lenne föltartani a kezeket, és azt mondani, hogy üljünk le, itt álljunk meg. Tehát az ukrán fél jogosan gondolkodik abban, hogy még tud elérni katonai sikereket, és annak fényében majd esetleg jobb tárgyalási pozíciókat elérni, és ugyanez orosz oldalról is érvényes. Még mielőtt a frontok konkrét állását mondanám, azért, ha az általános képet nézzük, a nagy képet nézzük, akkor az anyagháború a lényeg, véleményem szerint, és ebben Oroszország áll jobban. Tehát ha az orosz hadseregről beszélünk, ugye az elmúlt 10 hónapban azért sok minden elhangzott, hogy esnek, kelnek, lassan mennek előre, miközben a derék ukránok azok milyen jól mennek előre. Erről két mondatban az egyik oldalt. Ukrajna tényleg jobban, az ukrán hadsereg sokkal jobban teljesít, mint az várható volt. De hozzá kell tenni, hogy már véget ért volna régen a háború, hogyha nem a nyugat, nem támogatja a nyugat. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy Oroszország az egész nyugattal itt közben több mint 40 országgal áll szemben, akkor nem is olyan rossz az az eredmény, amit eddig elért, hiszen Ukrajna ötödét uralja, az február 24-hez képest meg ötszörözte az általa ellenőrzött területeket. Ha az orosz hadsereget nézzük, akkor azt szokták mondani, hogy az elmúlt 10 hónapban, hogy a presztízse rettenetesen csökkent, nem ezt várták az oroszoktól, stb. Stb. Én úgy fogalmaznék, hogy az orosz hadsereg az elmúlt 10 hónapban azt bizonyította, hogy gyengébb, mint amit önmagukról hirdettek, viszont erősebbek, mint amit most a nyugat hirdett róluk. Tehát, és akkor visszatérve a front jelenlegi helyzetére, állására és a mozgásokra. Mint ahogy említettük a beszélgetés elején is, a katolikus karácsony óta folyamatosan folynak a harcok. Itt azért megjegyezném, hogy Ukrajnában áthelyezték a karácsonyt február 7-éről december. január 7-éről az ortodox karácsonyról december 25-ére, ezzel is jelezve, hogy Ukrajna nem akkor ünnepli a karácsonyt, amikor Oroszország. Én ezt nem minősítem, ezt a húzást. Ez egyébként októberben hozta ezt a döntést az ukrán ortodox egyház szinódusa. Mindenki döntse el, hogy ez most észszerű, nem észszerű, mi van vele. Tehát a frontokon hogy mi lelassult, egyértelműen lelassult a frontokon a mozgás, ez két okkal magyarázható. Az egyik az, hogy jelen pillanatban is Kijevben, Ukrajnában plusz 9 fok van. Tehát akkor, amikor arról beszéltünk, hogy az őszi rasputyica, a sáros időszak, ami megnehezíti a nehéz fegyverzetnek a mozgását, az nagyjából véget ér majd decemberben, és akkor a kemény fagyok beálltával megindulhat valamiféle komolyabb hadművelet, hát ez kitolódik. Tehát a globális felmelegedés a háborúra is hat. Hadd kérdezzek ide egy nagyon konteós kérdést, hogy lehet-e az időjárást befolyásolni mesterséges eszközökkel? Mint tudjuk, lehet. Tehát emlékezzünk csak arra, hogy nekem az jut eszembe, amikor november 7-i felvonulások, vagy május 9-i felvonulások voltak a szovjet időszakban, de még a szovjet korszak, vagy az orosz korszak van is sokáig, akkor azért a felhőket szét lehetett kergetni, hogy úgy fogalmazzak, tehát hogy nem lesz eső addig, amíg a felvonulás tart. Egyébként ilyen tartósan nem lehet befolyásolni, tehát
Tehát valamit nem, meg lehet, de azt valamit meg lehet, de valamit nem. Legyen, azt, hogy plusz 7-9 fok legyen decemberben, január elején is, azt azért nem az lehet. Az akkor a mindenhatónak a tréfája inkább ebben a háborúban, így ha lehet van, ilyet mondani. Így van, így van. Tehát az, hogy kinek segít téltábornok, mert ugye erről nagyon sokat beszéltünk, jelen pillanatban egyik oldalnak sem segít, mert a patthelyzetben mind a két oldal szeretne a patthelyzetből kimozdulni, szeretne támadást folytatni, nagyobb katonaakciót folytatni. Nem az van, hogy mind a kettőnek jó, mert hogy meg tudják magukat erősíteni, ki lehet képezni új katonákat, fel lehet fegyverkezni, ugye, mert az ukránok is mindig azt mondják, hogy azért ne legyen tűzszünet, mert addig az oroszok felfejlesztik magukat. Közben meg azért azt is hallani, hogy az ukránokat is képezik ki új fegyverekre, persze, tartalékosok, persze. Szóval ez a szünet akár mind a két oldalnak is jó lehet. Akár mind a két oldal, bizonyos szempontból jó is. Tehát ne felejtsük el, hogy ez csak az egyik ok, tehát hogy azt folytatom, hogy azért sincsen nagyszabású hadművelet, mert például a mozgósított, a 300 ezeres orosz mozgósított létszámból maximum 150 ezer érkezett be a front zónájába, nem is okvetlenül a frontra, hanem abba a zónába. Tehát ez az élőerő még nem elég ahhoz, hogy Oroszország komoly támadást indítson. Ez az egyik oldalról. A másik oldalról Ukrajna is időt nyer azzal, hogy felkészüljön. Tehát például kiképezzék a most kapnak majd Patriotot, együteget, Patriot rakétát, ki kell képezni a kezelőszemélyzetet, folyamatosan a nyugati fegyverzetre ki kell képezni az ukrán katonákat. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy amikor orosz oldalon a létszámhiányról beszéltünk, akkor most a ukrán oldalon is a létszámhiányról kell beszélnünk, hiszen a legutóbbi híreket, hogyha nézzük, például Szoledár irányába voltak nagyobb átcsoportosítások, tehát az ukránok küldenek oda, és Bakhmut környékére is folyamatosan embereket, és hát akkor, amikor látjuk, olvassuk a különböző forrásokból, hogy mindegy sor egységnél tolmács is van, az azt jelenti, hogy egyre több az idegen, külföldi zsoldos. És hogyha ezt lefordítjuk a valóság nyelvére, ez azt is jelenti, hogy fogy az ukrán élőerő. Tehát nem végtelen azok... Azt jelenti, hogy jön a nyugati támogatás ilyen formában az ukrán élőerő mindent mellé. Jelent, mind a kettőt jelenti, de az, hogy nagyobb létszámban, egyre nagyobb létszámban, én már úgy fogalmaznék, ezt nem tudjuk pontosan, hogy több tízezres nagyságrend, ezt úgy viszonylag nagy biztonsággal állíthatjuk, vannak elsősorban lengyelek, baltiak, de minden országból, csak például egyre több a lengyel, néhány ezerről van szó. Az, hogy egyre több a külföldi, ez mindenképpen mutatja a nyugat segítségét, hogy ilyen képpen is segíti az ukránokat. Másrészt, hogyha ilyen képpen is segíteni kell, az azt jelenti, hogy egyre kevesebb az ember. És ha úgy elgondolkozunk azon, amit Ursula von der Leyen mondott, tehát azt, hogy nagyjából 100 000 ukrán katona halhatott meg eddig, vagy hát azóta már még több, hogyha hozzáteszem azt, hogy Bakhmutnál, az ukrán Verdönnél, a Donyec medencében, a Donbaszban nagyon-nagyon komoly harcok vannak, és a védők egy jóval nagyobb számban vesztenek embereket, mint a támadók, mert az oroszok ezért is mennek lassan előre, mert minden házért meg kell küzdeni. Ugye erről beszélt most a napokban Prigozsin, a Wagner csoportnak a tulajdonosa, vezetője, nevezzük úgy, ahogy akarjuk. Tehát minden házért meg kell küzdeni, ő ilyeneket mondott, hogy legalább 500 ilyen belső védővonal van, tehát hogy nem túlzok, mondja, hogyha akár ilyen számot is említek. Tehát az oroszok nem akarnak embert veszíteni, ezért inkább lassabban mennek előre, akkor, amikor már megpuhították az ellenfelet, magyarán a tüzérségi tűzben,
az meggyengült, elpusztult, meghátrált, így könnyebben tudnak előre menni. Orosz oldalról is vannak veszteségek, de én azt úgy fogalmaznék, hogy úgy látom, hogy olyan 1-3. Tehát az ukrán veszteségek, hogyha visszatérek ide, hogy 100 000-et mondott von der Leyen, azóta is a mostani donbaszi harcokban nagyon sok ukrán hal meg, kevesebb orosz, akkor azt, ha elkezdünk számolni, hogy ha 100 000 halottra mondjuk 3-szoros a sebesültek aránya, akkor összesen már közelítünk az 500 000-hez, de a 400 000 mindenképpen ott van, 3-400 000, hogy ennyi katona kiesett ukrán oldalról, vagy megsebesült, vagy meghalt. Hogyha ennyi kiesett, akkor az eredetileg nagyjából 700 000-es hadsereg, de akár vegyünk 1 000 000-t, annak az 1 000 000-nak abból 2-300 000 gyengén kiképzett területvédelmi is. Tehát egy ekkora nagyságú hadseregnél ekkora kiesés, ekkora veszteség már számít. Miközben az orosz oldalon persze vannak itt mindenféle számok, hogy ott is 100 000 meg minden, a harcok jelenlegi trendjét, ahogy folynak, azt nézve, én azt látom, hát nem véletlenül az oroszok mindenhonnan kivonulnak, ahol pusztulhatnának, ahol nagyon nagyok lennének a veszteségek, tehát hogyha ukrán oldalról nagyjából 100 000-et veszünk, akkor én úgy olyan 50 000-re satszolnám, ami szintén nagyon sok, az orosz veszteséget, a halálos, tehát az áldozatok számát, és ott is vannak sérültek, de az is egyértelmű, hogy Oroszország nagyon korlátozottan veti be a hadseregét. Tehát, és mivel és korlátozottan azért, veti baj, be... és spórolnak az emberállománya, vagy egyszerűen az úgy vannak vele, hogy ráérünk, és inkább haladjunk lassabban, de ne áldozzuk fel az élő erőnket. És ennek az általános filozófiai megközelítése az, amiről beszéltem, hogy az ukrán háborút egy mellékhad szintérnek tekintik, a főháború a nyugattal folyik. Igen, csak az nem fegyveres. Az nem fegyveres, bár azért, hogyha hozzáveszük azt, hogy az nyugati oldalról proxy háború, de hozzáveszük azt, hogy most már nem csak 300-400 katonai tanácsadó van, nem NATO színekben, hanem nemzeti színekben Ukrajnában. Hogyha hozzáveszük azt, hogy amit említettünk, hogy önkéntesek, na, aztán minden lehet, éppen szabadságon lévő katona, kalandor, sok minden, lelkes Ukrajna támogató, sok minden lehet, de azok is már egyre nagyobb, tehát már érezhető 10 000-es nagyságrendben vannak jelen Ukrajnában, és hogyha még azt is látjuk, hogy a Patriot légvédelmi rakétarendszer, tehát együtteg az nem váltja meg a világot, tehát az még Kijev védelmére sem elegendő, viszont azok a radarok, amik vele járnak és nagy számban érkeznek, azok lehetővé teszik, hogy az ukrán légvédelem tűzvezető rendszereit egységesítsék, ami azt jelenti, hogy már nem a megadott koordináták alapján a helyszínen lévő tanácsadók irányítják, hogy hova lőjenek, hanem egy hadvezetési, tűzvezetési pontról, ami feltétlenül a Baltikumban lenne, vagy lesz, onnan akár egyenesen irányíthatják, hogy hova lőjenek a rakéták, ami azt is jelenti egyben, hogy ez a proxy háború egyre kevésbé proxy. Tehát egyre inkább benne van a NATO. Akkor ez egy világháború? Is, mert ez, hát nem, még nem világháború, de egyre inkább benne van a NATO is, mert ez az egységesített tűzvezetési rendszer, ez a NATO-nak a hasonló rendszerével van összekötve. És hogyha még ezt még tovább gondolkodunk, amiről Putyin beszélt, hogy Ukrajna fölött, a térség fölött nagyjából 500 műhold kering, ahonnan rendszeresen adják az azonnali információkat Ukrajnának, ez Ukrajnának a legnagyobb ereje. Tehát az, hogy akkor azt is látjuk, hogy miért tud sikeres lenni
ennyire sikeres lenni az ukrán hadsereg. Az ukrán hadsereg, amely mögött ott áll a nyugat, a technikájával, az információjával, a felderítési információkkal, és az modern technológiával. Tehát, hogyha innen nézzük a dolgokat, akkor Oroszország nem is áll olyan rosszul. Én továbbra is azt mondom, hiszen nagy kérdés az, hogy az mekkora hiba volt, hogy erre nem számítottak, hogy az egész nyugattal fognak szembenézni. De ha már így alakult, hogy szembenéznek, akkor rengeteg a hiba, de ahhoz képest is az orosz hadsereg visszafogott jelenléttel, mert ez a jelen pillanatban 200 plusz, még 150 ezres mozgósított létszám, ami még 150 ezerre kiegészülhet, ahhoz a létszámhoz képest, ami az orosz hadsereg jelen pillanatban 1 milliós létszáma, még mindig visszafogott, ugyanakkor Putyin már arról beszélt, hogy záros időn belül egy másfél milliósra fogják fölfejleszteni az orosz hadsereget. De még mindig visszatérve a frontokra, tehát a legfőbb mozgás az a Donbaszban zajlik, méghozzá Bakhmut környékén. Bakhmut említettük, hogy folyamatosan most már hónapok óta elsősorban a Wagner csoport katonái ostromolják. Én többször említettem ebben az adásban is, hogy év végére akár elfoglalhatják. Most már azt mondom, hogy idő van az oroszok szempontjából, tehát ők úgy látják, hogy van idejük, a kivéreztetésre, a fölmorzsolásra játszanak, nem akarnak nagy emberveszteségeket elszenvedni. Éppen ezért ez még egy-két másfél hónapot is csúszhat legalább Bakhmutnak az elfoglalása. Hogy állnak, ugye te is említetted azt a nyilatkozatot a Wagner vezetője részéről, hogy házról házra járnak, és minden egyes ház az gyakorlatilag egy erődítmény, és hogy egy nap egy ház, és ugye 500 erődítmény, akkor az 500 nap, vagy... Hát nem 500 nap, mert van egy kritikus pont, amin, hogyha túllépnek, akkor megtörik az ellenállás. Még nem értékel ezt. És egyébként tehát két szempontot látok orosz oldalról. Az egyik az, hogy úgy látják, hogy ha, amit mondtam, 1-3 a veszteségek aránya, akkor az ukrán haderő itt, nem véletlenül nevezik ukrán Verdönnek, ott Bakhmutot, hogy az ukrán haderőt szépen morzsolják föl, hogy eufemisztikusan fogalmazzak. Tehát halnak az ukránok. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy folyamatosan kell oda erősítést küldeni ukrán oldalról. Éppen ezért nem tudnak támadni, nem csak a sár miatt nem tudnak támadni, vagy a túl laza, még most is túl laza földfelszín miatt nem tudnak támadni. Például Zaporizsja környékén, Melitopol irányába, mert ugye ezt is említette az újévi köszöntőjében Zelenszky, hogy és erről beszélnek most már régóta, hogy ez lenne a fő csapás iránya ukrán oldalról. Még egy lehetséges front, ez pedig Luhanszk környéke. Tehát ezen a két ponton támadhat Ukrajna, és feltehetően valamelyiken fog is a következő hónapokban, vagy meg fogja próbálni. Orosz oldalról mindenképpen a fő csapás iránya a Donbasz. Itt Bakhmutot, hogyha elfoglalják, Bakhmut, Szoledár, akkor jöhet az ennél is keményebb Kramatorszk-Szlavjanszk vonal, tehát ez itt annak a fényében, amitről idáig beszéltünk, hogy nagyon lassan lehet előre haladni, azt mondhatjuk, hogy akár a tavasz végére is nehezen lehet elfoglalni Donyeck megye egészét. Viszont van egy kritikus pont, amit említettem, ez az egész Donbaszra jellemző, hogyha azon áttörnek az oroszok, akkor megtörhet az ukrán ellenállás. És ráadásul, hogyha a várható orosz nagy offenzíva megindul, ehhez az is kell, hogy
a mozgósított létszám minél nagyobb számba, a jelenleginél is nagyobb számban beérkezzen, elég lassú a kiképzés, ez az egyik dolog. A másik az, hogy a terepkörülmények olyanok legyenek, hogy lehessen támadni, tehát beálljon a kemény fagy. Akkor feltehetően nem csak a Donbaszban indul meg egy még erőteljesebb fölmorzsoló offenzíva, hanem valahonnan északról is. Tehát az, hogy az ukrán frontot, az ukrán hadsereget valahogy szét kell szedni, tehát az, hogy le kell kötni észak felé is. Én nem arra gondolok, hogy Kijevnek mennek neki az oroszok, hanem valahonnan Belgorod környékéről, vagy és Belarusból, inkább a Szumi Csernyigov vonalon jönnek előre, és hogyha várost kell mondanom, akkor inkább Harkiv ostromát tartom reálisnak. Ez mindenképpen lekötne ukrán erőket, és hát ez most jelen pillanatban az, hogy melyik oldal tud majd áttörni, az attól az is függ, hogy merre mozdul ki a holdpontról, a mostani patthelyzetből a helyzet. És egyébként, hogyha itt az év végéről beszélünk, akkor egy eseményt mindenképpen meg kell említenünk, ugye a szilveszter éjszakát. A szilveszter éjszakáján nagyon sokan joggal megdöbbentek azon, hogy a szilvesztert Kijevre és Fél-Ukrajnára mért orosz csapások, tehát drón támadások köszöntötték az új évet, de arról kevesebb szó esett, hogy ugyanakkor a Donbaszban az ukrán erők továbbra is lőtték Donyecket, és lőtték Makiivkát, és itt történt egy nagy támadás, HIMARS rakétákkal, vagy rakétával, egy orosz csoportosítást találtak el, tehát egy szakmunkás képzőben elhelyezett, frissen mozgósított orosz egység volt, egy ilyen 300-600 ember, és oda talált be a rakéta. Ez nagy fölzúdulás keltett. Egyébként 0 óra 01 perckor, tehát mind a két oldalról, hogy cinikus legyek, tűzijátékkal köszöntötték az új évet, és egyáltalán nem lennék meglepődve azon sem, hogyha az ortodox karácsonykor is valamiféleképpen az ukránok megpróbálnák így köszönteni, vagy megzavarni az orosz ünnepet. Mint ahogy az itt most mind a két oldal ezt tette. Tehát Makiivkánál az orosz becslések szerint, vagy az orosz hírek szerint 63 halott volt, és a sebesültek száma 100-150 is lehet. Az ukránok 300-400 halottról beszélnek. Én úgy gondolom, hogy a halottak száma majd nagyjából elérheti a 100-at, és akkor közben még egy legalább ennyi sebesült, ha nem több. Ez felveti azt a problémát, amit egyébként nagyon hangosan hangoztatnak most az orosz bloggerek, hogy az orosz hadvezetés jelentős része még most sem úgy viselkedik, mint háborúban kellene. Ez egy alapvető hiba, hogy nem, tehát olyan városban, amelyet folyamatosan lőnek az ukránok, azt nem teszek egy épületbe, ráadásul fegyverraktár mellé több száz embert, hanem fedezékbe helyezem el őket, van ott bőven pince, alagútrendszer, tehát ahogy fogalmaznak néhányan, ez felelőtlenség, a helyzetnek a nem tudomásul vétele, és fejeket követelnek. Egyébként a már említett Prigozsin, a Wagner csoport vezetője is közöttük van, hogy akik fejeket követelnek. De egyébként mostanában elég markánsan. Elég markánsan nyilván. Meg a Wagner csoport több tagja is komoly kritikákat fogalmaz meg az orosz hadvezetéssel szemben.
Hát igen, igen, tehát az úgynevezett háborús párt hangja egyre erősebb, és ők egyrésztről ebben az esetben is a nyugatot kárhoztatják, mert az egyértelműen látszik, hogy ezeknél a csapásoknál, az Engelszi repülőtérnél, tehát az orosz területet ért csapásoknál is nyugati felderítési, tehát műhold koordinátáról adott koordináták alapján folynak a támadások, nyugati fegyverekkel, tehát igen, ott van a nyugati kéz benne, de ott van másik oldalról, és ezt is kárhoztatják, hogy az a felelőtlenség, amit az orosz hadvezetés elkövet. Itt nagyon sokan már Sojgu védelmi miniszter és Gerasimov vezérkari főnök távozását követelik. Egy biztos, az orosz hadvezetés nem volt felkészülve erre a háborúra. Tehát az egyértelmű, hogy közben folyik az újraszervezés, meg minden, de valahogy még mindig az a több tíz éves lemaradás az érződik. Tehát az, hogy itt Makijevkánál is ilyen alapvető, tehát ilyen elemi hibákat vétenek, ez magyarázható azzal, hogy a hadseregben, tehát a rokonok léptek előre, meg ők kerültek be, meg azzal a szemlélettel is, hogy aki nem férfi, az nem jó katona, mi az, hogy el kell bújni fedezékbe, most férfi vagy, vagy nem vagy férfi. Hát ez valahol, hogy mondjam, tehát nem, maradjunk annyiban, hogy nem a 21. századi hadseregekre jellemző. Tehát olyan problémákkal szembesülnek most az oroszok, amelyeket valahogy menet közben le kell küzdeni. Tehát át kell alakítani a hadsereget szemléletben, a hadvezetés rugalmasságát tekintve. De van lehetőség egy háború kellős közepén? Van egyszerre helytállni a fronton, meg egyszerre át is alakítani, az a lehető legnehezebb. Mondok egy példát. Az orosz hadsereg például alábecsülte a 21. században a modern hadseregekben a drónok szerepét. Annak ellenére alábecsülte, hogy legalábbis mondjuk a karabahi háborúban láthatta, hogy milyen fontosak ma már a drónok. Mindegy, szóval az orosz hadseregnek nem voltak drónjai, vagy lényegében nem voltak drónjai. Nem érdekelte őket a presztízs, semmi, azonnal vásároltak több százas nagyságrendben irántól drónokat, és ez egyébként eddig megoldhatatlan feladatot jelent az ukrán légvédelemnek, ez az egyik dolog, a másik pedig elkezdték a Oroszország is elkezdte a drónok gyártását. Ez csak egy példa. Egyébként pedig Szurovikin kinevezése azért egyértelműen most Makijivka ellenére mellett azt mondom, hogy elkezdte összekapni az orosz hadsereget, legalábbis a fronton lévőt. Ugyanakkor, ha az egészet nézzük, akkor elnehezült, túl központosított, tele van problémákkal. Meg nem igazán nagy regionális háborúra, szárazföldi háborúra készítették. Egészen biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban helytállna az orosz hadsereg egy Amerikával vívott nukleáris háborúban, mint itt, a szomszédban, Ukrajnában, hiszen szárazföldi erőket nem igazán fejlesztették, a reformok még csak ezután jöttek volna, a szárazföldi haderőt érintő reformok. Most mindent föl kell gyorsítani, tehát lehet betömni a lyukakat, lehet gyorsan átalakítani a dolgokat, de nem egyszerű. És közben az egész helyzet az megnöveli a lehetséges győzelem árát. Mert továbbra is azt mondom, hogy hosszú távon Oroszország valamilyen módon le fogja küzdeni, gyűrni Ukrajnát, hogy aztán az mit jelent az a győzelem, az a minimum véleményem szerint, orosz elképzelések szerint, hogy a Donbasz és a
vele együtt az a négy megye, amit Oroszországhoz csatoltak, az orosz ellenőrzés alatt maradjon. Hogyha ezt megszerzik az egész területek, a négy megye egész területe fölötti ellenőrzést, akkor véleményem szerint Oroszország már kész lenne béketárgyalásokra, de még ettől is messze vagyunk. Arról nem beszélve, hogy az ukránok pont a melitopoli támadással ezt a Krím és Oroszország közötti, vagy a Donbasz közötti szárazföldi összeköttetést akarják szétvágni, megszüntetni, ami egyébként már stratégiai vereség lenne Oroszország részéről. Az eddigi visszavonulások azok hadászati, taktikai vereségként foghatók föl, ez viszont már stratégiai lenne. Tehát nem lehet tudni, hogy alakul a jövő, és azt még kevésbé, hogy mennyire fönntartható egy akár az említett megszerzett terület. Tehát egyelőre nem tartom elképzelhetőnek, hogy Oroszország a egész Ukrajna feletti befolyás megszerzésében gondolkodna. Valószínűleg a Dnyepert tartanák legjobb esetben egyfajta határvonalnak, de mindenképpen, ha már háborúba sodorta magát Oroszország, akkor a területet kell elfoglalnia, ami a másik oldalt, tehát Ukrajnát meggyengíti. Az említett kulcsterületek védhetők, amennyiben pedig ez nem sikerül, akkor egy hosszú, akár évtizedes háborúval, vagy folyamatos tűzszünetekkel megszakított, bizonytalan háborús helyzettel áll szemben. Ami pedig az amerikai forgatókönyvek szerint zajlana, tehát az amerikai érdekeknek felelne meg, mert igaz, hogy mind Ukrajna, mind Oroszország gyengülne, Ukrajna pusztul, Oroszország gyengül, és ez egyértelműen amerikai érdek, és ha hozzáteszem, hogy egy elhúzódó ukrajnai háború Európát is még tovább gyengíti, akkor stratégiai értelemben megint csak amerikai érdekről van szó. Tehát ez nem lenne jó Európának, kezdjük a saját érdekeinkkel, egyértelműen nem jó Ukrajnának, hiszen Ukrajna már most is olyan értelemben vesztes, hogy az ország pusztul, az állam lényegében az külföldi havi 5-9 milliárdos dolláros eurós segítség nélkül nem fönntartható, maga az állam működése, a gazdaság romokban, az országból, hát ha a belső migrációt is hozzáveszük, akkor 15 millió migráns van, ebből legalább 10 elhagyta az országot, 8 millióan vannak az Európai Unióban, 3 körül mondják, hogy Oroszországban. Tehát Ukrajna rosszul áll. Oroszország a világrend átalakítása szempontjából és a saját modernizáció szempontjából veszít, amennyiben elhúzódik a háború, tehát a pozíciói a globális térben nem erősödnek, az egészen biztos, sőt, nagyon gyengülnek. Minél előbb győzelemként eladható, határozott sikert tud felmutatni, annál több esélye van arra, hogy az új világrendben befolyásos erőként számoljanak vele. Ehhez nem elegendő egyébként az, hogy most rakétákkal lövik a kritikus infrastruktúrát. Ez pusztítja, gyengíti Ukrajnát, ugyanakkor, hogyha előre nézünk és a jelenlegi frontokon zajló dolgokat is nézzük, akkor egy szárazföldi támadás, szárazföldi győzelem nélkül nem lehet területet szerezni. Most viszont már Oroszország területszerzésre beevezte bele magát, amit eredetileg maximum a Donbaszban akart. Tehát a helyzet elég képlékeny, továbbra is azt kell mondanunk, hogy a tél az talán tisztítja a képet. Az mindenképpen, hogy a jelenlegi patthelyzet merre mozdul el, merre mozdul ki. Azon kívül az is nagyon fontos, hogy a világ egyéb pontjain hogy alakulnak az események, hiszen
Amennyiben például mondjuk Tajvan körül kiéleződne a helyzet, az az ukrán frontra is, tehát a globális játszma ukrán frontjára is hatással lenne, és még egy dolog, Európa, az is nagyon fontos kérdés, hogy Európa hogy bírja ki a következő évet, az idei évet, mennyire ütésálló a társadalma az inflációval szemben, hiszen amennyiben a társadalmi elégedetlenség megnövekszik az Európai Unió több országában, akkor az a politikusokat arra késztetheti, hogy legalábbis valamelyest visszafogják Ukrajna támogatását. Ez egyfajta törést okozhat az Egyesült Államok és Európa viszonyában, de egyelőre ettől is messze vagyunk, mert a nyugati egység Ukrajna támogatása tekintetében az erős, mint ahogy a fronton közvetlenül harcoló két fél áll, és erősen kitart amellett, hogy elérheti a győzelmet. Így tehát csak azt lehet mondani, hogy 2023 is a háború jegyében fog eltelni. Az, amit előre látunk, én szerintem a többi az kávézat, tehát borjóslás, tehát legalábbis így a nyárig egészen biztos. Véleményem szerint még tovább is. Hát meglátjuk, és természetesen ebben az évben is követjük az aktuális eseményeket. Ez volt a Moszkva tér mai adása. Stier Gábornak köszönjük szépen a részvételt, a hallgatóknak pedig a figyelmet, viszont hallásra nem sokára újra jelentkezünk.